Szabin nők eladása. Aha. Igazi színészbarát darab, melyben a kiváló szerepek a társulat idősebb és fiatal tagjai számára egyaránt kínálnak lehetőségeket tehetségük megcsillogtatására. Ez a Szabin nők elrablása című darab, amelyet legutóbb a Mandala Színház előadásában láthatott a Sátoraljai Jóújhelyi Színház szerető közönség. Az időtálló történet egyben vallomás a Vándor Színházról, mely bemutatja annak romantikáját, szenvedélyességét, örömeit és keserveit egyaránt. Mikó István rendezésében bemutatott darab ezen az esten is sok humorral teli pillanatot hozott a közönség számára. Mai este is, nem a pandémia miatt, de az egyik kollégánk balesetet szenvedett, úgyhogy, és már ugye elindultunk gyakorlatilag. Tehát Botta fogja játszani a táncos komikus szerepet, úgyhogy ez elég érdekes lesz a kedves nézőknek. De hát annyira nehezen egyeztethető, meg mindenki úgy örül, hogy végre játszhat, gondolom a közönség is. De ennek lesz majd egy ilyen kis sajátos hangulata a mai előadásnak pont emiatt. De remélem, hogy azért felhőtlenül tudnak majd szórakozni. A Szabin nők elrablása a bohózat rendkívül szórakoztató műfajának eszközeivel a civil polgári társadalom és a bohém művészvilág konfliktusát is bemutatja, de a darabból nem hiányozhat a romantika, a szerelem és a házastársi féltékenység és cívódás sem. A középpontban azonban mégis maga a színház áll. Akár kortalannak is vehetném ezt az egész dolgot, hiszen egy olyan színtársulat, ról van szó, amilyen a Mandala Dalszínház is, úgyhogy hívnak, akkor megyünk, tehát egy vidéki társulat, ahol a legfontosabb, hogy az előadás meg legyen tartva. És hát tulajdonképpen ilyen szempontból ateljé, a mi életünk, a színészet, a Vándor színész élete elevenedik meg a színpadon. Egy nagyon jó megírt darab keretében. Legközelebb február 22-én szerdán 19 órától a Lili Bárónő két felvonásos operettre várják majd az érdeklődőket a Sátoraljai Jóújhelyi Lata Bár Árpád Színházba.